Jó estét kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, akadémikus urakat, hölgyeket, kedves kollégákat, minden kedves érdeklődőt. Solymosi Tari Emőke vagyok, a művészetelméleti tagozat vezetője, és a mi tagozatunk 2015 óta rendezi ezt a keddi kaleidoszkóp sorozatot. Hát most már erősen közeledünk a 60. estünkhöz. Egyébként itt van hátul, mindig szerényen elbújik Súlyok Miklós akadémikus úr, aki, képzeljék el, 48 ilyen estet rendezett meg, úgyhogy örök hálánk neki. De hát most egy olyan új rendszerünk van, hogy egy-egy fél évben egy adott témakörben vannak ezek a beszélgetések, és ráadásul nem csak egy-egy alkotó művésszel, előadó művésszel, vagy művészetelméleti szakemberrel, hanem kerekasztal beszélgetésként több embert is meghívunk. És nem különböző témák zajlanak, vagy különböző témákat járunk körül egy-egy ilyen fél év során, hanem egy konkrét témában vannak a beszélgetések. Úgyhogy ez a fél év, ez a filmé és a fotóé lett, és itt is van Tóth Klára filmesztéta, akadémikus asszony. Az idei fél évünknek a három keddi kaleidoszkóp kerekasztal beszélgetéséből kettőt ő vezet a filmről, és akkor most nagy szeretettel mutatom be Kincses Károly fotomuzeológust, kedves akadémikusunkat, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, aki ezt a mai beszélgetést természetesen a fotóról fogja lefolytatni. Ő ugyan részletesen be fogja mutatni a vendégeit, de azért előzetesen hadd köszönjem meg külön is Haris László akadémikus úrnak, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagjának, fotoművésznek, hogy elvállalta ezt a felkérést, elfogadta. Ugyanígy Csályi László Koppány igazgató úrnak, aki a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója, valamint itt van velünk két kitűnő szakember, Fejér Gábor fotóriporter, képszerkesztő, illetve Bán András műkritikus is, úgyhogy ők öten fognak beszélgetni. Úgy szokott zajlani egy ilyen kerekasztal beszélgetés, hogy körülbelül egy olyan 1,25 órán át zajlik a pódiumon a szakembereknek a beszélgetése, és akkor én arra kérem önöket, hogy gyűjtögessék a hozzászólásaikat, kérdéseiket, hiszen az utolsó negyed órában lehetőség van kérdéseket feltenni, illetve hozzászólni. Úgyhogy nagyon remélem és kívánom, hogy egy igen tartalmas másfél órában legyen részünk. Szép estét kívánok! Sziasztok! Jó estét! Amit én összeírtam, ez a teljes mai beszélgetés vázlata. Az első három már ki van pipálva, Emőke megcsinálta, úgyhogy nem köszöntök, nem mutatok be senkit. A negyedik az, hogy miről lesz szó. Na most ez eléggé ravaszfogós kérdés, ahogy mondani szokás a berkeinkben, mert maguk azt hiszik, hogy egy beszélgetésre jöttek, amiről majd itt elbeszélgetünk, hogy miért 100 vagy miért 200 fotóművész van. Szó nincs erről. Ez egy nagy coming out, ami itt lesz. Egy nagy titok leleplezés. Egy másfél éve készülő könyvről fogunk most először hivatalosan a nyilvánosság előtt beszélni, aminek a munkacíme az, hogy 300 magyar fotográfus vagy fotóművész. Olyannyira titkos ez a dolog, hogy csak a 300 fotóművész tudja, a 70 esszéíró, a teljes apparátus, és fű és fa és virág. De a titok azért most itt meg fog szűnni. Azt gondolom, hogy körülbelül tudják, hogy mire készüljenek, hogy kis körökben körbejárjuk ezt az egészet a születésétől egészen a mai napig, és akkor, hogyha ez így van, akkor mindenféleképpen illesse a szó Haris Lászlót, aki nem csak hogy a barátom, hanem ennek az egész projektnek a kitalálója. Ő fogja elmondani, hogy született, miért, és hogy jut el odáig, hogy utána már mi
lényegi kérdésekről is tudunk beszélni. Hát, hogy én lennék a kitaláló, azt csak akkor lehet állítani, hogyha valaki gondol valamit, hogy jó lenne már csinálni valamit, azt később a kitalálónak nevezik, akkor tényleg én vagyok a kitalálója. Ugyanis az a helyzet, hogy megjelent az akadémiánál, a Művészeti Akadémiánál egy filmes lexikon, ami hát egy félre sikerült dolog volt. Nincsenek itt az alkotók, nem is az a cél, hogy most azt elemezzük, hanem azt azért tudni kell, hogy tehát megjelent a film és fotó művészeti tagozat értesült és meg is látta azt a könyvet, ami a filmes lexikon címet kapta, és nagyon nem voltunk vele megelégedve. Ezért gondoltunk arra, hogy hát természetesen következne a tagozat másik részét érintő lexikonszerű, de ebben már akkor sem voltunk biztosak, hogy ezt tényleg lehet-e majd lexikonnak nevezni, könyv, ami a fotográfiáról szól. És ezért kezdtünk el beszélgetni a tagozaton belül is, hogy hát hogy lehetne ezt megcsinálni. Kértünk is akkor segítséget éppen a itt is ülő Bán Andrástól, hogy mondjon javaslatokat. Egyszer el is jöttél egy tagozati ülésre, ahol András kifejtette azokat a gondolatokat, hogy mit kéne ahhoz csinálni, hogy ebből a most kigondolt fotoművészeti könyvből valóban egy jó könyv legyen. Hát ez volt az előkészítés. Nyilvánvalóvá vált az, hogy az első munka az, hogy meg kell találni a könyvnek a szerkesztő bizottságát. Még marad itt, vagy most jön valami más megszólítás? Karcsi. Nem, még azt gondolom, hogy el kellene jutnod odáig, hogy hogyan kapcsolódott be az MMKI és Sályi Koppány, és onnantól az övé a szó. MMKI nagyon természetesen kapcsolódott be, hiszen az MMKI volt a szerkesztője az előbb említett filmes lexikonnak. MMKI, amelyik a Magyar Művészeti Akadémia elméleti kutatóintézete, amelyiknek akkor az igazgatója nem Csányi László Koppány volt, hanem másik igazgató volt. De közben változás volt, és Csányi László Koppány lett az igazgató. Erre én őt kerestem meg azzal, hogy kezdjünk el gondolkozni azon, hogy ki legyen a szerkesztőbizottság. Egy olyan szerkesztőbizottság ráadásul, akiktől elvárjuk, hogy tényleg dolgozzanak. Hát ez így kezdődött. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Csányi László Koppány vagyok. A Magyar Művészeti Akadémia Művészet Elméleti és Módszertani Kutatóintézetének két nagy feladatköre van. Az egyik a művészeti ösztöndíj program, teljes lebonyolítása a pályáztatástól egészen a 3 éves ösztöndíj nyomon követéséig és a 3 év utáni kapcsolattartásig és mentorálásig. A másik pedig a tudományos kutatás, ami minden a művészet elmélethez kapcsolódó művészettörténeti, művészetantropológiai, művészetszociológiai és így egyéb kutatásokat is átfog. Mint a második feladatkör, természetszerűleg adódott, hogy az MMA intézmény családján belül a Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézet lehet az, ahol egy ilyen nagyszabású munka megkezdődhet. A korábbi két lexikon, a Magyar Irodalmi Lexikon, illetve a fotoművészeti, a filmművészeti lexikon,
munkálatait az MMKI, az MMA kiadóval közösen végezte, az MMA kiadó adta ki mind a két munkát. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatokból tanulva szerettünk volna egy olyan lexikális jellegű, de nem lexikonnak nevezett kötetet létrehozni, amire az első feladat az volt, hogy egy olyan szerkesztőbizottságot állítsunk fel, mint egyelőre munka névként csak-csak nevezzük lexikonnak, vagy a... Tehát, hogy egy olyan szerkesztőbizottságot állítsunk fel, akik átfogják mind a fotó történet, a fotoművészet különböző stílus irányzatai, és a magyar fotoművészetre egy hatalmas rálátást tudnak biztosítani. Mindenfajta törésvonalaktól mentesen fedje le a szerkesztőbizottság ezt a rendkívül színes világot. Én nem vagyok fotóművész, sem fotótörténész, sem fotomuzeológus, sem más a fotóhoz konkrétan értő személy. Ami miatt ugye én belecsöppentem ebbe a hatalmas munkába, az volt, hogy Haris László akadémikus úr megkeresett azzal, hogy egy ilyen nagy, több éves projektet indítsunk el az MMKI-n belül. A projekt 2022. szeptemberben indult el hivatalosan, akkor volt az első szerkesztőbizottsági ülés, amikor összehívtuk a szerkesztőbizottság tagjait. A tagokról és hogy miért kik a tagok, gondolom akkor majd a Károly vagy Laci, te fogsz beszélni. És elkezdtünk gondolkozni azon a koncepción, hogy mi az, amit máshogy kell csinálni az eddigi lexikonok munkálatainak és fogadtatásának tükrében, hogyan kell intenzívebben kapcsolatot tartani magával az MMA tagozatával is, és milyen kifutást, milyen ütemtervet tudunk felállítani a munkálatokra. Én nagyon büszke vagyok, hogy ebben a nagy munkában részt vehettem. Ugye egyrészt néprajzkutatóként, kultúra és antropológusként a művészet-antropológia területéhez van némi közöm, másrészt pedig 1999 óta dolgozom egy művészeti kiadónál, sorozatszerkesztőként is, rovatvezetőként is, tehát van a művészeti könyvpiacra is némi rálátásom. Ennek ellenére az volt a koncepciónk, már a kezdettől fogva, hogy nem az MMKI lesz az önálló kiadója ennek a nagy munkának, hiszen egy olyan társkiadóra lesz majd szükségünk, aki elviszi a fesztiválokra, a könyvnapokra, vásárokra, könyvesboltokra, tehát szükségünk lesz majd egy olyan társkiadóra, akivel karöltve ezt a igen reprezentatívra tervezett kötetet meg tudjuk majd valósítani. És akkor itt adom tovább a stafétát. Köszönöm. Koppány elsorolta a logikus alaptételeket, de volt a szerkesztőbizottság megválasztásánál, vagyis felkérésénél egy másfajta szempont is, ugyanis ez az egész történet Magyarországon játszódott. Magyarországon játszódott, ahol a Magyar Művészeti Akadémia még csak 10 éve létezett, mint köztestület, és a művészet különböző területeiről, sok helyről volt komoly ellenállás az akadémiával szemben. Volt, van. Most is van még. Úgy veszem észre, hogy folyamatosan csökken ez az ellenállás, de most is van még természetesen. És ezért, hogy elejét vegyük annak, hogy hát ezek itt összeülnek és csinálnak maguknak egy könyvet, ezért alapfeltétel volt az, hogy a szerkesztőbizottság nagyobb része ne akadémikus legyen. Tehát olyan embereket, olyan kétségkívül ismert és kitűnő szakembereket hívjunk meg, akik nem akadémikusok a szerkesztőbizottságba, hogy eleve kizárjuk a
a támadásnak azt a részét, hogy, hogy amint mondtam, hogy hát csinálnak maguknak egy könyvet. És a másik szempont természetesen az volt, hogy a fotográfia különböző területeit fedje le, amennyire lehetséges. Egy 5 fős szerkesztőbizottságban gondolkoztunk, amelyiknek, hogy nehogy a névsorban vagy valamiben probléma legyen, ide magamnak ideírtam figyelmeztetőként is. Tehát Barta Zsolt Péter az egyik tagja a szerkesztőbizottságnak. Barta Zsolt Péter fiatal, alig 60 éves fotográfus, akadémikus. Hát ahhoz képest, hogy akadémikus, igen. Igen. A szerkesztőbizottság másik akadémikus tagja, Haris László, az én vagyok. Szintén fiatalos, igen. Ezen kívül meghívtuk a szerkesztőbizottságba a MOMÉ-ról Szalontai Ábel professzort. Mindenki ismeri, aki a fotográfiával csak nagyjából is kapcsolatban van Magyarországon, kitűnő szakember, és fontos volt az is, hogy, hogy a MOMÉ-t, ami szintén egy nagyon központi, nagy fontosságú intézmény a művészetek általános területén, hogy őt képviselje valaki, tehát Szalontai Ábel. Azon kívül következő tagja a most is itt ülő Szarka Klára, aki fiatalos, és mindenki által ismert kitűnő szakember, és még ők mellette Szigeti Tamás is, aki tulajdonképpen a fotográfiának a riport, fotóriporter részét képviseli elsősorban. Tehát ez az 5 fős szerkesztőbizottság. A szükséges volt még a szerkesztők, tehát azoknak a megkeresése, akik a könyvnek a konkrét szerkesztői lesznek, adódott az előzetes megbeszélésünk alapján is Bán András felkérése erre a célra, tehát mint a könyv szerkesztője, és András pedig mondta, hogy a munka mérete és a Kincses Károly szakmai ismeretei egyaránt fontossá teszik az, hogy ne ő legyen egyedül a könyv szerkesztője, hanem két szerkesztő legyen. Ketten vigyük el a balét, persze. Ők ketten viszik el a könyv konkrét szövegeiért például a balhét, hogy úgy mondjam. Tehát ez a 7 fős társaság a két szerkesztővel, a szerkesztőbizottság volt az, aki aztán abban a bizonyos szeptemberi ülésen elkezdett foglalkozni azzal, hogy kik is szerepeljenek ebben a könyvben. Parancsolj! Nem ezzel kezdtünk el foglalkozni, hanem az, hogy mi a fenét fogunk csinálni, mert hogy a alapvető elméleti kérdések nincsenek tisztázva a magyar fotográfiában, és hát amikor elkezdtünk gondolkozni először abban, hogy mi legyen benne, azok hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, mi legyen a könyv műfaja, akkor belefutottunk egy csomó-csomó olyan dologba, amit már réges-régen meg kellett volna oldani. Így van, András? Jó estét, szervusztok, Bán András. Valóban az előzmény a MMA kiadó és az kutatóintézet két közös lexikona, a irodalmi és a filmes lexikon. Külön véleményem van ebbe is. Szerintem ezek egyáltalán nem rossz könyvek. Én sokat használom mind a kettőt, és mind a kettőnek van egy végtelenül izgalmas alapgondolata, hogy meg kell keresni az adott művészeti terület alapegységét. Az irodalomban ez a könyv, a filmben a film. Amikor elkezdtünk a fotós
kiadványunk, könyvünkről beszélni, az első kérdés ez volt, hogy a fotográfiában mi az alapegység. Tehát nem az egy kép, nem a sorozat, nem a fotóalbumok, nem a kiállítások. Tehát nem tudtunk erre a kérdésre jó választ adni. Az egyetlen lehetséges válasz volt, hogy a fotográfus. Tehát így alakult ki az a gondolat, hogy ez fotós életművek, nem pontatlan, hogy fotós életművekről szóljon, hiszen átlagosan 6000 karakter terjedelmű eszék születtek, az egy életművet nem tud felölelni, de a fotós életművek kapcsán tevődjenek föl kérdések, és hangozzanak el kijelentések és jelzők. Ami a beszélgetés során, amivé alakult ez a dolog, és őrületesen jók voltak a szerkesztőségi beszélgetések, tehát jó volt a kollégákkal beszélgetni. Úgy téptük ki egymás haját, hogy a dolgot szerettük, hogy közösen akartuk megtalálni a megoldásokat. És szerintem úgy álltunk föl minden alkalommal, hogy senkiben nem maradt tüske. Tehát jó beszélgetések voltak, kialakult ez a három szó, ami egyelőre hívó szó, nem cím, hogy 300 magyar fotóművész. Mind a három szó rettentő problematikus. Miért 300? Miért nem 297 vagy 600? Mi az, hogy magyar? Tehát André Kertész, vagy Kapa, vagy magyar? Vagy fiatalabbakat mondva, Sarkantyú Illés, vagy Miskolci Emese magyar, amikor az életútjuk, az indulásuk ide kötődik, de az életútjuk nem. Vagy Zarán Gyula, vagy. Na és a harmadik, a fotóművész. Ki a fotóművész? Majd mindjárt visszaadom a szót a Károlynak, mert Károly a maga szokásos, igen sarkos stílusába definiált. Én a hajamat téptem, de elfogadtam a definícióját, és nagyjából e szerint próbáltuk a névsort összerakni. Itt még két mondatot, mielőtt visszaadom a szót Károlynak. Az egyik az, hogy ezt a könyvet, a szövegrészt így ketten szerkesztjük Károllyal. Szerintem ez szimbolikus. Mi egymást ismerjük több mint 40 éve, de nem volt még közös munkánk. Ennek nagyon sok oka van, de az, hogy a fotográfiával foglalkozó, azt gyűjtő, menedzselő, arról író szakmában a feszültségek nagyon durvák, hogy nagyon nehéz két kollégát leültetni egy asztalhoz, és egy békés párbeszédet kezdeni közöttük. Ez, aki egy kicsit is benne van a szakmában, ezt tudja. Károllyal túlléptünk ezen, és elkezdtünk úgy együtt dolgozni, szerintem, ahogy kell. A másik, ami még így ilyen előzetes mondat, hogy végül is ez a könyv kánonteremtő lesz. Akarjuk vagy sem, az, hogy ki van benne, meg ki nincs benne. Félelmeink ellenére nagyon kevés fotográfus mondta azt, hogy bár kértük, de nem kíván jelen lenni, tehát a felkértek alapvetően ott fognak szerepelni az oldalakon. Tehát ebben a kánonteremtésben azok a külső körülmények, a kulturális életnek az a zaklatottsága. Hát, én inkább a zaklatottság szót használnám. Nem érdemben nem befolyásolta a munkánkat. Károly. Egy csomó dologgal egyetértek vele, egy csomó dolgot meg majd lerendezünk innen a folyosón. De a leglényegesebb dolog a koncepció kialakulásában valóban az volt, hogy 7, illetve szinte 8 ember oda tette a nagy MMK-i asztal köré a saját tudását, akaratát, ismeretségi körét, véleményét, és valahogy, valamilyen módon állandóan, mint a
a Pál utcai fiúkba a gittet rágva kialakult végül is az a dolog, ami most már nagyjából testet öltött. Én az első két beszélgetés után picit reménytelennek láttam a dolgot, mert hosszasan kellett arról beszélgetnünk, hogy mit nevezünk fotoművészetnek. És hát mind a mai napig elvben nem jutottunk konszenzusra, de ez nem egy elméleti probléma, hanem az arról is szól, hogy milyen típusú embereket, milyen kronológiában, tehát mikortól kezdjük, hiszen a fényképezést 1839-ben találták föl, de az első 50 év gyakorlatilag nem művészet volt, hanem képrögzítés. Azok a képek, amelyek akkor születtek, nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve megélhetést, vagy megörökítést, vagy fizikai kísérletet, egyebeket tükröztek. És csak körülbelül a 19. század utolsó néhány éve, amikor a piktorializmus, mint világstílus eljutott Magyarországra is, Eszterházy Mihály gróf jóvoltából, aki Londonba tanult a Horsley Hintonnál, és akkor kezdte el csinálni a magyar fényképezés, fotográfia mindazt, ami szerintem mint beemelte a művészeti kánonba. Akkor kezdték el csinálni azokat a kiállításokat, ahol nem a szakmai tudásukat, nem az ismeretségi körüket, nem a pacientúrájukat akarták bemutatni, mert ilyen kiállítások voltak régebben is, hanem egyszerűen azt gondolták, hogy az eszköz, amit ők birtokolnak, alkalmas arra, hogy a világot valami másképpen ábrázolja, ne úgy, ahogy van. Ezek a lehet utólag kárhoztatni a piktorialista stílust, hiszen gyakorlatilag mondjuk így, hogy fotóidegen azzal, hogy manuális, azzal, hogy kézzel kell alakítani, azzal, hogy elveti az élességet, azzal, hogy stb. Nem szeminárium van. De abban a viszonyrendszerben, hogy a kiállítások mellett létrejöttek egyesületek, klubok, ahol azonos érdeklődésű emberek elkezdtek művészeti témákról beszélgetni, és művészeti alkotásokat létrehozni. Ezek elsősorban arisztokrata vagy a felső 10 000 tagjaiból verbuválódtak először, de aztán szépen lassan néhány egy évtizeden belül az egész országban létrejöttek ezek a klubok. Ezek a klubok nagyon-nagyon fontosak voltak abból a szempontból, hogy a fotográfia bár látszólag egyéni műfaj, látszólag individualista alkotás, mégis addig, ameddig nem alakul ki az a művészeti eszköztár, nyelv, szótár, amin meg tud szólalni, addig igenis nagyon-nagyon fontosak a közösségi dolgok. Mondtam kettőt, ugye kiállítások, hármat mondtam, művészi tükrözés, kiállítások, egyesületek, klubok, és a negyedik szintén Eszterházyhoz fűződik, elkezdett műtárgynak lenni a fényképezés. Vették egymás képeit, gyűjtötték, és szépen lassan betagozódott. Túl sokat beszélek. És itt ezeken a beszélgetéseken 2022 őszén és 2023 elején, ami elég gyakran és elég hosszan tartottak, alakult ki az, hogy egyáltalán az alapkoncepciót kialakítsuk, hogy mit szeretnénk, lexikont, ahol
tételesen mindenről szócikkekkel beszámolunk, és próbálunk mindenről beszélni? És úgy döntöttünk, hogy nem, ezt nem is fogjuk lexikonnak nevezni, annak ellenére, hogy egy átfogó képet akarunk adni mégis. Tehát egy olyan, olyan kompromisszumot, egy olyan közös nevezőt találtunk, hogy egyrészt miről akarunk beszélni? A fotóművészetről általában? Nem. A magyar fotóművészetről akarunk beszélni úgy, hogy ennek az alapegysége, ahogy András is mondta, az alkotó legyen. És ezért nem hangzott még el a címe ennek a munkának eddig a mai alkalmon. Nem, az nem a cím. Az csak a cím körül oszcilláló szöveg. A cím egyenlőre, ami a munka címe, az a magyar fotóművészet 300 alkotója. A magyar fotóművészet van elsősorban, mert arról akarunk képet adni a 300 alkotó egyes oldalpárokon bemutatott szócikkein, vagy nevezzük esszéin inkább keresztül. Ezeket majd nyilván a többiek fogják részletesebben elemezni, de én, mint kiadó, az én szempontom az volt, hogy ne tévesszük meg az olvasót, ugyanakkor az olvasó kapjon egy olyan hiteles képet arról, amit mi mondani szeretnénk, ami már a címben tükröződik. Miről akarunk beszélni? A 300 alkotóról akarunk beszélni elsődlegesen? Nem, a 300 alkotó az a magyar fotóművészet 300 alkotója, akinek az életútján és alkotásain keresztül a magyar fotóművészetről szeretnénk beszélni. És így alakult ki a cím, és utána mondtuk azt, hogy rendben van, az alapegység az legyen az alkotó, mert nem triviális, hogy mi legyen az alapegység. Én nekem is meg kell védenem azért valamennyire a korábbi lexikális munkákat is, hiszen nagyon értékes két lexikon született, azért az irodalmi lexikon is a művekre épül, tehát ott az volt az alapegység, hogy az egyes kötetek legyenek a koncepció alapja, és ezeket nekünk most itt ki kellett dolgoznunk az első szerkesztőbizottsági üléseken. És én nekem nagyon tanulságos volt, és nagyon inspiratív, és tényleg abszolút konstruktív, heves viták nyomán jött létre az, hogy egyáltalán ABC rendben legyenek. Akkor miért kerüljön egy 19. század végi után vagy elé egy 21. század, és így tovább, mi legyen az egésznek a szerkezete? Tehát ki kellett dolgoznunk azt, hogy ha mi testre akarjuk szabni, hogy a magyar fotóművészetről beszélünk, és alkotókon keresztül, akkor is mi legyen a szerkezet, ami megfelelően tükrözi azt, hogy akarunk beszélni stílusirányzatokról, akarunk beszélni egy nagy ívű folyamatról, és itt adom tovább a szót, mert ezek már szakmai kérdések. Aha. Az a helyzet, hogy valóban meg kellett egyeznünk abban, hogy kinek szánjuk a könyvet. Nem szakértőknek szánjuk elsősorban a könyvet, nem fotótörténészeknek szánjuk a könyvet, hanem mindenkinek tulajdonképpen. A fotóművészet iránt egyáltalán egy kicsit érdeklődő értelmiségi embereknek szánjuk ezt a könyvet. Tehát szakmailag lazább, kevesebb kötöttséggel rendelkezik, mint egy lexikon. A kevesebb kötöttség nem jelenti azt, hogy hibás adatok szerepelhetnek benne, ezt természetesen ellenőrizzük mindig, hanem a fotográfia rendkívül széles változatait mutassa be a néző számára. Na most, legizgalmasabb, ez már sokszor beszéltünk róla, ez a bizonyos első négy-öt hónap, hogy tudatában voltunk annak, hogy akik kimaradnak a könyvből, természetesen minket fognak szidni. Tehát ezt úgy nagyon tisztességesen úgy kell végigvinni azt a vita sorozatot, ami kialakította a végső névsort, hogy azt valóban mi vállaljuk. És ez a következőképpen ment. Meg tudtuk határozni azt, hogy egyáltalán technikai okokból egy fotográfusról van egy fél oldalnál talán kicsivel nagyobb szöveg, és egy vagy két fénykép.
ez szerepel. Tehát egy oldalpárt kap minden alkotó. Ha egy oldalpárt kap minden alkotó, és szintén ragaszkodunk ahhoz, hogy kitűnő papíron, jó minőségben nyomtatott, jó minőségű kópiák legyenek, akkor ez bizony azt jelenti, hogy egy 670, 680, 650 oldal körüli könyv lesz ebből. Súlyos papíron, tehát éppen eléri a forgatható könyvnek a maximumát. Nem mehetünk tovább a 300-nál. És akkor elkezdtünk vitatkozni a nevekről. Ezért minden egyes ülésen szabályos jegyzőkönyv készült minden szavazásról. Név szerint, akik egyáltalán előadódtak, szavaztunk, és a szavazás eredménye került aztán a jegyzőkönyvbe. Bocsánat, hadd mondjam, úgy kezdődött a dolog, hogy minden szerkesztőnek és minden szerkesztőbizottsági tagnak házi feladat volt, hogy csináljon egy listát, hogy ő kit preferálna ebben a könyvben. Volt, aki keveset javasolt, volt túlbuzgó Mócsink, 680 embert írtam össze, akik szerintem mind megérdemelnék azt, hogy benne legyenek a könyvbe. Na most itt kell legalább egy mondatot beszélni ennek a dolognak a veszélyeiről is. Nem csak arról van szó, hogy aki nem került bele, az tuti, hogy meg fog sértődni, mert azt gondolja, hogy nem ismerjük el az ő művészi kvalitásait. Aki bekerült, annak azzal lesz problémája, hogy miért amellé, és miért nem amellé. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz. Ezért az volt a válogatás alapszempontja, hogy történeti, illetve már elhunyt szerzőkből sokkal kevesebbet választottunk, mint amennyi megérdemelte volna. Azért, hogy a még élőkre és főleg a fiatalokra koncentráljunk. Én nem vagyok nagyon-nagyon szégyellős, de amit Ábel vagy Szarka Klári fölhozott neveket, abból volt 10, akiről az életben nem hallottam soha. És mégis bekerült a könyvbe, mert hogy ők kiálltak mellette, és meggyőztek bennünket arról, hogy ez fontos. És azóta megnéztem a képeiket, azóta elolvastam azokat az esszéket, amiket róluk írtak, és azt gondolom, hogy ez így van jól, hogy le van gyökerezve a múltban, de igazából a jelenben és a jövőben fog kiteljesedni ez a könyv. Szerintem ez a legnagyobb érdeme. Igen, hát 70-80% között van a nem élő és az élő fotográfusoknak az aránya. Mármint, hogy 80% él. 80% az élő, és fiatal. De a fiatal az valóban 21 néhány évestől 96 évesig tart. Most még azt is szeretném, de ezt inkább András mondja el, mert túl tengek saját magam számára is, hogy amikor a neveket kiválasztottuk, akkor olyan szempontok szerint is válogattunk, hogy nem csak az egyéni életmű, hanem hogy hogyan illik abba az általunk elképzelt ívbe, amelyiknek a személyeken keresztül ki kell adni a magyar fotográfia, vagy a magyar fotoművészet egészét. Csak nem mondtad el a definíciódat, hogy mitől fotoművész a fotoművész. Hiszen az egyetemes fotográfia történetében is, de magyarban is van, nem sok, de néhány olyan alkotó, akinek eszébe nem jutott, hogy ő fotoművész lenne,
és utána látva az életművet, vagy az életmű egy nagy szakaszát, leültek a mondjuk így bölcs fotótörténészek, és azt mondták, hogy hűha, és beemelték az adott művészt a kánonba. Károly ennél keményebb meghatározást használt. Azt mondta, hogy fotoművész az, aki a műveit, vagy a műveinek egy súlyos csoportját azzal a szándékkal hozta létre, hogy az fotoművészet legyen. Nyilván ez önmagában még nem elég, ott még van bizonyos esztétikai kritérium, meg ilyen dolgok, igen, de hogy ez a szándék nagyon fontos. Na most, ha innen nézzük, akkor a fotográfia áttekinthetetlen, hatalmas, kimeríthetetlen korpusza tulajdonképpen három nagy területre oszlik. Vannak valóban, akik hivatásosak vagy amatőrök, ebből a szempontból szinte mindegy, akiknél ez a fotoművészeti szándék jelen volt. Vannak olyan képzőművészek, akik számára a fotográfia, vagy annak valamelyik formája, vagy egyáltalán a mediális gondolkodás fontos volt. E két terület között hagyományosan, történetileg viszonylag kevés az átjárás. Így volt ez a két háború között, és majdnem így van ma is, azért ennyire sarkosan nem. És van a fotokultúra beláthatatlanul nagy területe, ahol tulajdonképpen nem az esztétikai kritérium, hanem egy mondjuk így egy ilyen funkcionális esztétika működik, hogy arra a célra jó-e, amire készült. És vannak a nagyon érzékeny határkérdések, dokumentumfotó, fotóriportázs. Ugye nagyon-nagyon kiváló, kiemelkedő fotóriporterek vannak köztünk is, akik azt mondják, hogy nekik, ők nem fotóművészek, ez nincs közük. Mi meg itt ülünk, és azt mondjuk, hogy hát nélkülük a magyar fotóművészet nem elképzelhető. Ez egy érzékeny határterület, ezért tessék szíves lenni szidni az egész szerkesztőbizottságot, kifejezetten azon belül Szigeti Tamást, aki nagyon harcosan amellett a gondolkodásmód mellett, amellett az esztétikum, amellett a képiség mellett kiállt, amit hát dokumentumfotónak és fotoriportázsnak nevezünk. Csak egy mondatot, András, de maradjon nálad a szó. A 50 évig voltam fotomuzeológus, és ez alatt kikristályosodott bennem az a vélemény, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy én fotoművész vagyok, arra gyanakvással és összehúzott szemmel kell nézni. Nem saját magának kell megítélnie azt, hogy ő fotoművésze vagy sem, hanem az alkotásainak. És ez tovább megy azzal, hogy azok az emberek, akik soha életükbe eszükbe nem jutott fotográfusoknak, hogy ők művészi céllal fényképezzenek, attól még válhat egy vagy több vagy sok művük fotoművészeti alkotássá, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem az a fotoművész, aki mondja magáról, hanem azt nevezzük mi fotoművésznek, akinek az életművében nagyon sok olyan kép lett, ami fotoművészetté vált. Szóval így, ezekbe a vitákba állt össze a névsor. Ezen most már túl vagyunk, körülbelül 120 szerzőt sikerült fölkérnünk az eszék megírására. Ebből volt három szerző, aki kicsit nagyobb mennyiséget termelt, mint hárman jelen vagyunk. Klári, Szarka Klári, Károly, meg jó magam. És voltak, akik csak néhányat vagy egyet érdeklődésük szerint. Mondd el, légy szíves, hogy miért lett ez a koncepció, hogy nem egy ember, vagy nem néhány ember írta meg a 300 fotoművészt, hanem különböző területről jövő, különböző affinitású emberekkel irattuk meg? Nagyon, azt gondolom, nagyon más
háttértudást, érzékenységet, tapasztalatot kíván mondjuk egy képzőművészet felől érkező fotográfus, vagy egy képzőművészet felől érkező alkotó, akinek nagy a fotográfus életműve, de esetleg soha nem nyomta meg az exponáló gombot, hiszen ilyen is van a kötetben. Az ő jelentőségének végiggondolása azoktól a mesterségből, a mesteremberségből érkező és életművet építő alkotókig. Igen, most egy pontnak kéne lennie. Munkának most, hogy ki ne fussunk a mai este idejéből, a munkának most abba a fázisába vagyunk, hogy konkrét képekről vitatkozunk. Lényegében naponta összeveszve megint. Egy életművet, gondoljanak mondjuk Vadas Ernőre, vagy Eserre, vagy Kornis Péterre. Egy vagy két kép, hogy a bánatos francba tud reprezentálni. Ha csak a slágerképek, tehát Vadastól a libákat, az ezerszer közölt libákat mutatjuk meg, akkor felsorolásnak jó ez a könyv, de vizuális izgalmat kevesebbet tartogat. Ha olyan képet mutatunk, ami alig ismert, akkor meg az érdeklődő olvasó, aki fotóban nem jártas, attól meg valamit elveszünk. Szóval a képek. Ébredj fel. Nem, hát esetleg elmondhatom, hogy hogy kerültem ide. Azt mondjuk nem lenne nagy baj. Kincses úr, drága. Mindig meg akarja úszni, de nem hagyjuk. Amikor eljutottunk addig a pontig, mert hát azért még tényleg nem a képekről volt szó, hanem az alkotókról, amikor eljutottunk odáig, hogy nagyjából konszenzusos volt, hogy ki az a 320-valahány alkotó, akiből lett a 300, akkor kezdtünk el arról gondolkodni, hogy vajon az az eredeti koncepció, amit kitaláltunk az első 4 hónapban, hogy egy oldal szöveg, és az ellenkező oldalon egy teljes oldal kép, az jó-e való, hogy nem mintha a két kép több lenne, mint az egy kép, de mégiscsak ad valami hidat, ad valami laufot, lehetőséget a szerkesztőknek arra, hogy a honnan, hová, vagy ezt is, azt is kicsit be lehessen mutatni. Nyilvánvalóan igazodni kellett azokhoz a szövegekhez, amelyekben volt olyan szerző, aki egyetlen egy kép kapcsán írt a szerző egészéről. Azt akkor se lehetett kihagyni, hogyha mi nem nagyon szerettük azt a képet. Mert ha fölkértük, megírta, elfogadtuk, akkor nem lehet az, hogy ír 20 mondatot egy képről, és az a kép nincs benne. Na, innentől fogva lett bonyolult a Gábors helyzete, de ez mégiscsak úgy kezdődött, hogy az sokadik hónap végén egy szerkesztőségi ülésen azt gondoltuk, hogy már tudjuk a koncepciót, tudjuk nagyjából a névsort, tudjuk az esszéírókat, akkor innentől fogva kezdjünk el gondolkozni a képekben is. És akkor több lehetőség merült föl, hiszen azért ültünk ott heten, hogy mindenkinek legyen egy elképzelése. Valóban én javasoltam a fejért, és nagyon nem bánom azóta se, bár néha éjfélkor hív föl egy képpel kapcsolatban, hogy azt most hogyan is kéne értelmezni, de az semmi baj, mert előtte 10-től 12-ig még 6-szor hívott, szóval, hogy elég termékeny a munka kapcsolatunk bizonyos szempontból. De lényeg, ami lényeg, hogy sikerült meggyőzni a másik 6 embert, hogy a Fejér Gábor, akinek
a múltja is predesztinálja, hiszen különböző lapoknál volt képszerkesztő, saját maga is alkotó fotográfus, plusz rendelkezik azokkal a nexusokkal, személyes kapcsolatokkal, amelyek nélkülözhetetlenek, mert hogyha én azt mondom, hogy a magyar fényképésznél érzékenyebb lelkű és sértődősebb ember létezik a Földön, az már ki van csak találva. Szóval, hogy így vagyunk. Megfelel, uram. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt nagyon, nagyon megtisztelő volt a felkérés, amit ugyan a Karcsitól indult, de ezek szerint a társaság elfogadta. De hát azóta kiderült, hogy fogalmam nem volt arról, hogy mit vállalok. Természetesen ezt nem lehet tudni. Ráadásul itt valami most félrecsúszott, a Karcsi most egy ideális állapotot vázolt föl, de ez nem így működött, mert én amikor bekapcsolódtam, akkor egyértelműen az volt a koncepció, hogy oldalpár, egy oldal szöveg, és egy az az egy darab kép. Nem két kép, egy kép. Amikor ez felborult, az akkor történt, amikor a tervezőt bevontuk, és csinált egy-két próba oldalt, és kiderült, hogy egy képekkel nem lehet megcsinálni a könyvet. Dögunalmas lesz, ráadásul a különböző szövegterjedelmek miatt tördelhetetlen a dolog. Tehát magyarul elmozdultunk az eredeti koncepcióról, ami először ugye mindenki húzta a száját, nekem előről kellett gyakorlatilag kezdenem az egészet. Minden egyes alkotóval újra kellett gondolnom a dolgot, de ugyanakkor egy nagyon nagy könnyebbség, és biztos vagyok benne, hogy sokkal, sokkal jobb lesz a végeredmény. Látvány szempontjából is, és az alkotóknak sem mindegy, hogy nyilván olyan szempontból a Karcsinak igaza van, hogy egy életműből végül is az egy vagy két kép az nem oszt, nem szoroz, de mégiscsak a fele és a duplája. Tehát lehet árnyalni azt a képet, lehet egy kezdeti ikonikus képet betenni, amiről az alkotót megismerik, és mellé egy olyat tenni, ami ugye jellemző rá, de egy másik kép esetleg ismeretlen. Na, szóval így indult a történet. Most ott tartunk, hogy megállapodtunk a két képben. Az élő fotográfusoktól azt hiszem, hogy mindenkitől meg is kaptam, majdnem mindenkitől meg is kaptam már a képeket. Ami fontos, és az első perctől kezdve az én elhatározásom volt, hogy olyan képet nem teszek be az albumba, illetve nem hagyok betenni az albumba, még ha két kevéssé erőszakos úr predesztinál, erre próbál rávenni, akkor se, amit az illető alkotó nem szeretne. Ebbe beleszaladtam nem egyszer, nem kétszer. Olyan is volt, hogy valaki menet közben visszakozott, az egyik híres alkotóval megállapodtunk egy képbe, aztán történt egy változás, mert az a kép megjelent egy másik fontos helyen, és akkor azt mondta, hogy inkább mégse azt tegyük be. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, és figyelembe kellett vennem, és természetesen meg is tettem. A nagyobb probléma az majd most fog kezdődni, amikor a híres külföldön élő vagy külföldön alkotott szerzőktől kell a képeket beszerezni, mert hogy ez egy elég macerás dolog lesz, nem csak a jogdíj miatt, hanem az utánjárás miatt is. Még egy fontos dolog, amit ugye az urak érintettek, ez a fotoművész-fotoriporter dilemma. Én összeteszem a két kezemet, hogy kimaradtam ebből a gyilogból, amiből amikor a 600 emberből 300 lett, mert ez nyilván ez egy szörnyű dolog. Ők azt mondták, hogy élvezik, de ezt azért én nehezen hiszem. Most gyakorlati példát mondok. Nem egy és nem két esetben kérdeztem meg az uraktól, hogy ez a kedves művész úr vagy hölgy mit keres az albumban. Szétették a kezüket, és azt mondták, hogy fogalmuk sincs. Ilyen is volt. Nyilván megvan az oka, megvan jegyzőkönyv, meg mindenféle, de
óhatatlan, hogy, hogy az a fajta fotográfiai minőség, amit, amit mi igazán jó fotónak tartunk, ott azért elég széles, széles a skála. András, kígyót melengetünk a keblünkön, lehet, hogy vedd el tőle a mikrofont. Azért ez nem egészen így volt, hogy nem tudtuk, hanem azt, hogy, hogy ahogy mondtam is, összegyűlt nagyon sok név. Tehát az én 680 nevem mellé még egy csomóan mondtak új és új neveket, és hát végül is ezért ültek ott az asztalnál, hogy, hogy azokat a területeket is behozzák a könyvbe, amit mi két 70-es úriember nem tudunk, vagy valamiért nem preferálunk, vagy, vagy nem is ismerjük, vagy nem szeretjük. Tehát, hogy, hogy a, az Ábel egy csomó olyan fiatalt nyomott át rajtunk, akit mi ketten biztos, hogy nem választottuk volna, de nem nagyon bánjuk. Klári a saját puvárjából egy csomó olyan embert mondott, akivel ő volt kapcsolatban, és mi nem, és ő látta az életmű egészét, és ezért került be. És hogyha lehet dicsérni azt, amit az András is, meg a Laci is mondott, hogy, hogy ezek a szerkesztőbizottsági ülések, meg az utána váltott 14.621 e-mail termékenyítőleg hatott mindannyiunkra. Tehát, hogy, hogy egyszerűen én nagyon sokat tanultam a magyar fényképezésből, pedig azt hittem, hogy már mindent tudok. Egy mondatot én is hadd tegyek hozzá, engedjétek meg. Amit Gábor elmondott, abból egy valami remélem, hogy kihallatszott. Tehát ugyanúgy, ahogy a könyv kiinduló pontján a szakma egészében próbáltunk gondolkodni, és nem a saját nőnökeink, igen, begyöpösödött ízlésünk mentén haladni, ugyanúgy a munka folyamán, tehát az, hogy ki legyen a szerző, milyen legyen a szöveg, melyik képet válasszuk, ez folyamatos egyeztetés volt. A szerkesztők, a szerkesztő eleinte, a szerkesztőbizottság, a szerzők, a fotográfus, a képszerkesztő között, tehát minden egyes ponton a közös megoldást keressük. Az aztán majd egy külön bűvészmutatvány lesz, hogy ebből könyv legyen, tehát ne információk és képek halmaza, hanem élvezhető, jó, meggyőző könyv. Igen. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva pont az, hogy könyvileg hogyan áll össze, és mégis hogy ad egy teljes képet. Egyrészt, ugye, ahogy elhangzott, már csak szeretném hangsúlyozni, itt nem a fotográfiáról beszélünk, hanem a fotoművészetről. Tehát itt ez már is egy előkérdés volt a kezdet-kezdetén. A másik, hogy a 300, az azért nem 322, vagy 298, vagy 657, mert bármennyire meg lehetne mondani ezt a számot, de hogyha egy olyan számot mondunk, hogy 298, vagy 357, akkor nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy miért nem 358, vagy miért nem 427. Míg a 300 egy olyan kerekszám, amiből süt, hogy mesterséges, és hogy lehetne több is, vagy lehetne kevesebb is. A 300 az azért 300, mert terjedelmi és egyéb kereteken belül ezen a 300 alkotón keresztül tudjuk a nagy egészet megmutatni. De ez egy mesterséges szám, és ezt valóban viták keresztüzében alakult ki, hogy ki legyen az a 300, lehetett volna ez akár 658 is, vagy még több, hiszen rengeteg nagyon értékes fotoművészt merült fel. Ugyanakkor a 300 kellően sok ahhoz, hogy azért a kevésbé ismerteket, vagy még a szakma számára sem minden triviálisan
mindenki által ismert név legyen benne. Nemrég a Magyar Nemzetben olvastam egy cikket, ahol Kepes Györgyről úgy írtak, mint egy ismeretlen művészről. Hát többek közt az ilyen félreértések eloszlatására is fontos lesz az, hogy azért valamilyen szinten a 300 azért már egy kellően nagy szám ahhoz, hogy a szócikkek, illetve az esszék alapján, hogyha valaki ezt tényleg átnézi, akkor kap egy átfogó képet. Ugyanakkor ezek az esszék, ahogy a András mondta, nagyon, és a Karcsi is, nagyon-nagyon sokféle szerző, sokféle esszéje, de, mint kiadó, az egyik alapkoncepciónk mégis az volt, hogy azért ezek legyenek kompatibilisek. Tehát, hogy ne legyen széteső a szöveg, hogy az egyik ilyen stílusban, másik olyan stílusban, ez van benne, az van benne. Itt ezért azt szeretném kérni, hogy a Károly és az András meséljen néhány dolgot arról, hogy kialakítottuk azt, hogy se ne váljon egy pusztán az adatok, életrajzi adatok és díjak és alkotások felsorolásává, se ne váljon egy parttalan szöveghalmazzá, kompatibilis szövegek, szócikkek legyenek, ahol igenis ez az 5-7000 karakter közötti kis esszé, ez ad egy képet arról az alkotóról, de mégsem olyan száraz, tudományosan körmönfont módon, amilyen mondjuk egy szigorúan vett lexikon lenne, hanem ennél sokkal játékosabban és olvasmányosabban adjon egyfajta szubjektív, művészi szinten is értelmezhető rálátást. Erről kérlek, hogy beszéljetek. Idézem tanult kollégámat, hogy ő mondta, és abszolút elfogadtam, hogy aki életrajzi adatokra vágyik, az keresse fel a Google-t, és mindent megtalál rajta, tök fölösleges nyomtatásban leírni mindazt, hogy mikor született, milyen iskolába járt, mikor botlott el először a járda szegélyben, és a többi. De ez sem olyan nagyon egyszerű, és erről holnapig lehetne beszélni, mert rengeteg, mondunk egy mondatot, és mindjárt 13 másik tolul föl, amiről még szintén kéne beszélni. Amit a Koppány mondott, abban az a leglényegesebb, hogy bár mi voltunk a szerkesztők, nem nyúltunk hozzá a szerző személyiségéhez. Tehát hagytuk, hogy úgy írjon, ahogy ő tud, akar, fontosnak tartja. Csak annyit csináltunk, hogy részben formailag egységesítettük, részben a hibákat javítottuk ki belőle, vagy a tévedéseket javítottuk benne, és adtunk egy olyan tulajdonképpen burkot neki, amin burok kicsit hasonlít azért, hogy a könyv ne a füles évkönyvhöz hasonló legyen, de azon belül ki vállalhatja a saját szövegét, és ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ebben is voltak vitáink. Minden olyan fényképészt, vagy fotográfust, vagy fotoművészt megismertettünk a róla szóló szöveggel, és kértük, hogy pontosítsa, vagy ráncolja a homlokát, vagy tapsikoljon örömében. Tehát, hogy gyakorlatilag sem kép, ahogy Gábor mondta, sem szöveg nem született meg senki ellenére. Megvonom magunktól a szót, hogyha nem bánjátok, mert túl sokat beszéltünk. Azzal azt szeretném mondani, hogy lehet bárkinek bármit kérdeznie. Egyetlen egy dologra nem fogunk válaszolni, hogy ki az a 300 személy. Mert, és nem véletlen, hogy nem írtuk ki a vetített képeket sem, mert nem névháborút akarunk, hanem azt, hogy kiderüljön, vagy kiderült eddig esetleg, hogy egy új szemlélettel, egy eddig nem volt módon próbáltunk hozzányúlni a magyar fotóhoz, a magyar fotoművészethez,
és aztán majd a könyv igazolja, hogy jót akartuk, jót tettünk-e vagy sem. Bocsánat, még egy utolsó titkot azért áruljunk el, hiszen arról volt már szó, hogy nem ABC rendben lesz, nem is a születési évek szerinti kronológiai sorrendben lesznek ezek az esszék. Akkor hogy? Ugye, tehát egyáltalán nem volt triviális, hogy miért lesz ez a szerkezet, és hogy az egyes alkotókról szóló esszéken kívül három nagyon fontos tanulmány is összeköti ezt a kötetet. Tehát kérlek, hogy erről még beszéljetek, mert ez is nagyon fontos szakmailag. Tehát mielőtt átadjuk a szót a kérdéseknek, ezáltal lesz teljes az, hogy miért is álmodtuk meg, milyen kötetet. Ezt elfelejtettem, mert nem írtam még meg. Erről azért hát, tanulmány nem lesz, rövid fejezetbe vezetők lesznek. Azért nehéz erről beszélni, mert ez előttünk van. Ezt valahogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon vázlatosan kinyomtatjuk a 300 oldalpárt, szétterítjük egy terembe, letérdelünk eléjük, próbáljuk rendezgetni, hagyjuk, hogy a képek beszéljenek. Tehát ez a terv szerintem működni fog. Nagy fejezetekre bontjuk. Mi ez a három nagy szerkezeti fejezet, Péktoriai? Tehát, arról beszélj kérek, hogy hogyan osztottátok fel, és miért? Mert én hétre bontottam. Így van. Tehát ez volt az egyik vitatéma, hogy mi legyen a szerkezet. Mi legyen az a tartalmi szerkezet, amivel többet tudunk adni, mint egy egyszerű felsorolás névsor szerint. Szerintem ez még mindig munkában van. Azt gondolom, tényleg, hogyha kiterítjük az anyagot, hogyha a képek elkezdik vonzani és taszítani egymást, akkor ez a pillanatnyilag három fejezetbe való felosztás, ami tulajdonképpen a külvilág problémától való távolság szétszedése, tehát, hogy melyek azok a képek, amik alapvetően a képiséggel foglalkoznak, és melyek azok, amik inkább azzal foglalkoznak, amire van fényképezve. De mondom, ennek egy picit most kár elébe szaladni, mert most van valami a fejünkbe, és aztán lehet, hogy a képek és szövegek mást fognak sugallni. És akkor hagyjuk, hogy azoknak legyen igazuk. Kiadóként egy kicsit elkedvetlenedtem, hogy még ennyi harc van hátra, pedig úgy éreztem, hogy a sok vita után most már a gyümölcsöt érleljük. A még egy utolsó információ, hogy jövő év tavaszára, illetve nyarára tervezzük, hogy legkésőbb megjelenjen a kötet, tehát ez egy 3 éves projekt, és jövő évben mindenki a kezében foghatja, hogyha minden jól megy, és Isten is úgy akarja. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy az elején lehet, hogy félreértettem valamit. Valami arról beszéltetek, hogy be kellett vonni egy kiadót, mert hogy nem... Ki a kiadója most? Mert ezt mondtátok, hogy a PR-hoz, meg a terjesztéshez egy másik kiadó. Tehát ez mi? Ez az egyik, bocsánat. A másik, hogy ha ez egyszer tényleg kész lesz, akkor lesz ennek egy angol nyelvi változata, vagy egy más nyelvi változata, amivel aztán esetleg ez a másik kiadó, vagy nem tudom én ki, ez elkezdhetné járni a világot. Igen. A kiadója a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, az MMKI lesz. Pont. Maga mellé bevesz egy másik kiadót is, hogy melyik lesz az a másik kiadó. Most több kiadóval is tárgyalunk erről, elképzelhető, hogy ez vagy az, ez majd kialakul, de biztosan lesz egy másik kiadó is, nem egyedül leszünk kiadók. Ezért nem is említettem, hogy ki a társkiadó. Pont a jelenlegi helyzet, amikor még a szerkezetről beszélünk, még a kötet tervezés előtt állunk, azaz a pont, amikor már a társkiadó bevonásra szükségessé válik. Tehát ez ezeknek a hónapoknak az eredménye lesz, hogy kialakul, hogy kivel közösen fogjuk kiadni. Az angol nyelvű kiadás
terveztük természetesen egy második fázisban, tehát először álljon össze a magyar nyelvű szöveg, és akkor utána egy angol nyelvű kiadást is szeretnénk, sőt, a nyomtatott kiadás mellett egy olyan weboldalt, egy olyan online megjelenést, ahol az összes szócikk, illetve nem is szócikk, mert műfajilag ezek nem szócikkek, hanem eszék. Tehát, hogy, és pont ugye a műalkotás jellegű, tehát, hogy ezek valóban szócikkeknek neveztük egymás között, de valójában ezek kis eszék. Ezek külön-külön lehívhatók legyenek, kereshetők legyenek, adott esetben bővíthetők legyenek, hogyha szükséges, de mindenképpen az angol nyelvű változat és a honlap változat is készül. Emelgeted a kezed, Surányi? A honlap akkor az magyar-angol lesz? Reményeink szerint váltogatni lehet, hogyha a piros-fehér-zöldre kattintunk, akkor magyar, hogyha a brit lovogóra, akkor meg angol, igen. Csak annyit kérdeznék, hogy akkor a cím most az, ami utoljára tőled elhangzott? Nem, a koppánytól hangzott. Igen, Én a címet éreztem egy ilyen neuralgikus pontnak, hogy 300 magyar fotoművész, így indult a dolog, de aztán végül megnyugtatott ez a cím, hogy ha jól értettem, alkotó alcímben. A magyar fotoművészet 300 jó. alkotója. Ugye, tehát ez két sorban szerkesztve, azonnal ad egy tematikai struktúrát is, tehát amiről akarunk beszélni, a magyar fotoművészet, és hogyan akarunk róla beszélni? 300 alkotón keresztül. Ez már más. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, és hogy eljöttetek.